Delegáció érkezett az ukrajnai Tisza-Bogdányból Magyarországra január végén. A Magyar Kultúra Napja alkalmából egy budapesti rendezvényre kapott meghívást a Milcsevics István polgármesterrel érkező küldöttség. Ezt követően testvértelepülésükre, Duna-Bogdányba is ellátogattak, ahol részt vettek egy helyi kulturális rendezvényen. A Tahitót faluban élő, de kárpátaljai gyökerekkel rendelkező Magyar Zoltán javaslatára 2013. októberében kötött Duna-Bogdány, Nyír-Bogdány és Tisza-Bogdány testvértelepülési és együttműködési megállapodást. Azóta a kárpátaljai, a nyírségi és a dunakanyari község képviseletében már többször utazott delegáció egymás rendezvényeire. Duna-Bogdány önkormányzata tavaly júniusban hirdetett gyűjtést a háborús ukrajnai település Tisza-Bogdány részére. Akkor a képviselők Tisza-Bogdány és Rahó Magyar Kulturális Szervezetének 70 000 forintos támogatást szavaztak meg. Az önkormányzat, az Eszterházy János Társaság, valamint a Katolikus és a Református Egyházközség gyűjtésének köszönhetően közel 450 000 forintot nyújtott át Bánáti Bence alpolgármester Milcsevics István Tisza-Bogdány polgármesterének a január végi látogatáson. A kárpátaljai település első embere elmondta, sportpálya építésére fordítják az összeget. A polgármester beszédét az Ukrajnából érkező küldöttség egyik tagja fordította. Так співпраця як Україні тяжче час. Akkor megköszönni a polgármesternek és mindenkinek, aki ott megszedte azt a pénzet, és meg mink fogunk megcsinálni így, hogy magáját fogtok látni, mit megcsináltok ottan, és az a pénzet akarnak betenni oda, ha akarnak megcsinálni sport, ilyen terítét, és gyereknek valamit elcsinálnak. A Tisza-Bogdányiak a Magyar Kultúra Napján tartott rendezvény végén Hucul népzenét játszottak, ízelítőt adva a sváb közösségnek saját kulturális értékeikből.